Én folytatnám a pár héttel ezelőtti üzenetemet a jutalmazással kapcsolatban. Biztos gondoltátok esetleg, hogy folytatni fogom. Ez még nem fejeződött így be. És azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyon fontos téma, amit nem lehet egyszer meghallani. Minden olyan téma, ami arról szól, hogy a keresztény az örökké valóságában hogy tölti el az idejét, szerintem nagyon fontos. Amen. Az üdvösségen kívül a legfontosabb dolog egy keresztény életében, hogy mi fog történni vele a mennyekbe, mi az, amit Isten tőle elvár, és ezt egy nagyon-nagyon fontos üzenetnek tartom, és én azt látom, ahogy múlt alkalommal is mondtam, mintha szinte az ördög befogta volna nagyon sokaknak a fülét, vagy a szemét Krisztus ítélőszékével kapcsolatban, vagy a jutalmazás témájával kapcsolatban. És az a döbbenet, hogy ugye végigvezettem nektek sok igét a múltkori alkalmon, és miközben olvastam föl, annyira úgy próbáltam figyelni a szememre, és teljesen érzékeltem azt, hogy tele van az ige a jutalmazás témájával. Tele van, és mégis, minthogyha egy óriási homály lenne, és nem esik le, és amikor ez van, akkor az mindig az ördögnek a műve, aki megvakítja a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumát, de sajnos a hívőknek az elméjét, szívét is képes megvakítani az ördög, mert neki van egy határozott célja. Az, hogy a keresztények ne tudjanak befutni itt a földön győztes pályát, végig kitartva hitben, Istennek gyűjtve, mint ahogy szó volt, nehogy embereket nyerjenek Krisztusnak, nehogy olyan munkát végez az egyházban, ami majd egy nap dicséretre, tisztességre, dicsőségre, méltónak találtassék. Mert ha már bejutsz a mennybe, legalább bejutsz, meg akarja hiúsítani azt, hogy jutalmakat ne kapd meg. Amen. Én azt gondolom, hogy vissza kell menni, és megint azt mondanám, hogy tanulmányozzátok végig ezt a témát, mert az Úr eljövetele közel van, és ezt nem csak mondom, ezt nem csak én mondom, nem csak mások mondják, az ige is mondja, és állandóan készen kell lennünk. És az a jó szellemi állapot, amikor a keresztény szívében mindig az örökké valóságra tud gondolni a Krisztus ítélőszékére is, mindig előtte van ez a téma, és a jutalmazás témája. És hogyha ez központi szerepben van az életedben, tehát a jutalmazás témája, a Krisztus ítélőszéke, az örökké valóságnak a témája, akkor hagyd mondjam el, hogy nem fogsz elbukni. Egészen biztos vagyok benne. Azt mondja Péter levél, hogy igyekezzetek inkább a ti elhivatásodokat kiválasztani, mert hogyha ezeket cselekszitek, ha ezzel foglalkoztok a szolgáltatókkal, soha nem fogtok megütközni. Megkérdezzetek, miért van annyi visszaesett keresztény? Miért nem tudnak a keresztények beállni Isten munkájába? Miért annyira keserűek? Miért annyira összetörtek? Azért, mert nem a céllal foglalkoznak, ahogy mondtam múlt alkalommal. A tízes az Isten királysága, az Isten országa. Amen. És amikor volt ez a szolgálatom, akkor tényleg gondolkodtam azon, hogy két csoport van szinte a keresztényeknél. Az egyik, aki tudja, hogy üdvössége van, és akarja az Urat, vágyik az Úrra, lelkiismeretes, és annak ellenére, hogy lelkiismeretes, időnként hibákat követel, még elég esik, de szereti az Urat, és mindent megtesz azért, hogy az Úr őt használja, hogy szentségben éljen, a szeretetben a testvéreivel, és ezek az emberek sokkal inkább vagodnak az ítélőszék előtt, hogy mi fog történni. És van a másik csoport, akinek pont, hogy kellene ezzel foglalkoznia, és teljesen közömbösek ezzel a témával kapcsolatban, és ez nincs rendben. Hogy mondjam el, hogy ha a szívedben tulajdonképpen leértékeled a jutalomnak a témáját, akkor Istent magát értékeled le. Ha te csak azt mondod, hogy elég nekem az üdvösség, akkor leértékeled Istent, aki el akar halmozni csodálatos ajándékokkal, ígéretekkel a mennybe, jutalommal, csodálatos mennyei babérkoszorúkkal. Amikor a jutalmat azt mondod, hogy nem kell, vagy azt mondod, mert vannak, akik azt mondják, hogy én látom ezt a témát, van egy kis képem erről, de ráérek még arra. De meddig várjunk? Vagy Isten meddig várjon, amikor úgy érzed, hogy végül is el kell indulni a hitnek a versenypályáján. Amíg a fókuszod, a jutalom, addig mindig ki fogsz tartani, és mindig fenn fogja tartani a buzgóságodat, Isten, garantálom neked. Mindig ott lesz egy tűz a szívedben, hogyha az örökké valóságra nézel. És ahogy szó volt az előbb, és nem magadra nézel. Tudjátok, azok az emberek esnek a legnagyobb keserűségbe,
akár képesek évekig, évtizedekig keserűségbe esni, akik önmagukkal törődnek. És ez 30 éves tapasztalatom. Nem azt mondom, hogy nem lehetnek sérülések, lehetnek, de az ördög belerángatja a hívőket a keserűségbe, a magányba, a frusztráltságba, a szeretetlenségbe, hogy úgy szépen el legyen szeparálva másoktól, Krisztus testétől. És ez nincs így rendben. Mielőtt készültem a szolgálatra, múlt héten valaki fölhívott engem, és megkérdezte, hogy miről fogok szolgálni, és akkor mondtam, hogy folytatni fogom ezt a témát, és azt mondta nekem, hogy tudom-e azt, hogy akár a pszichológiában az embereket nem lehet a jutalmazással bátorítani, hanem sokkal inkább a veszteségtől való félelemmel. És én mondtam neki, hogy igen, hallottam már ezt, hallottam erről, és mert miért? Mert az ember nem akar többet. Általában az ember lusta. Általában az ember nem akar változni, megszokja azt az állapotot, hogy nem akar kitörni. És sokkal inkább attól fél, hogy valamit elveszít. Hogyha már arról beszélnek neki, hogy elveszítheted az örökséget, a jutalmadat, az sokkal jobban érdekli, nem? Elveszítheted a pénztárcádat, a fizetésedet, mint a jutalmazás. És tényleg egy pszichológia. Azt mondtam neki, hogy igen, hiszem, de én a mai szolgálatban nem kimondottan a félelemmel szeretnék inspirálni benneteket, habár, hagyd tegyem hozzá, hogy Isten képes arra, hogy direkt, tudatosan elénk adja azokat az igéket, hogy akár egy nagy, hatalmas, csodálatos Istennel találkozunk, esetleg megfélemledjünk. Ő fölhasználja az ígéreteket, fölhasználja a juttalom témáját, fölhasználja a teszteket, fölhasználja a próbákat. Mindezt egy cél érdekében, teljesen mindegy neki hogyan, de tűzön, vízen át te bemenj a mennybe, és jutalmat kapjál. Ő ezt eltervezte, ő ezt elrendelte. Minden hívő életébe elrendelte ezt a futópályát, amin végig kellene mennie. Amen. Azt is mondja egy helyen, hogy másokat rettentéssel is mentsetek ki. Mennyire érdekes, nem? Tehát jegyezd meg Isten természetét, amikor esetleg olyan problémában vagy, amikor úgy érzed, hogy sok nehézség vagy baj van az életedben. Valószínű Isten tesztel téged, valószínű próbál mész át azért, hogy ebből is győztesen ki tudjál jönni. Amen. Tehát azt szeretném mondani, hogy ne mondj le a jutalomról itt rögtön az elején, soha ne mondj le, ragaszkodj a jutalmazáshoz, és soha ne legyen az, hogy elveszíted a dicsőség utáni vágyat. Annak hamis tanítások, ahol ki akarnák forgatni az embert a nemességéből, hogy Isten mire teremtette az embert, pedig Isten tisztességre, dicsőségre hívta el az embert. Itt a Földön sokkal inkább meghunyászkodunk, és olyan állapotban tartjuk saját magunkat, és az ördög is, hogy nekem nem kell több. Nekem jó ez így, ahogy vagyok. És Isten nem erre hívta el az embert. Micsoda az ember, hogy megemlékezzen róla. Micsoda elhívást adott Isten az ember számára. Amen. És vissza akarja adni Isten azt a dicsőséget. Majd egy napon, ott a mennyben, itt természetesen minden dicsőséget neki adunk. Amen. Felszedném olvasni akkor a kezdő igénket újból, hogy képbe legyünk. Ugye két vagy három igét adtam nektek, ami támpont. Az első a 2 János levél volt. Nem tudom is fejből, hogy vigyázzatok, hogy el ne veszítsétek, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Emlékeztek? Fölolvassuk együtt esetleg? Ott vagytok az igénél? Hirtelen eszembe jutott. Tehát 2 János levele. A 8-as vers. Meg is valljuk Istennek az igéjét. Isten igéje élő, ható, szól, be akar menni a szívekbe, változtatni akar. Nagyon sokszor át kell törned az atmoszférát otthon, a szobádban, az igének a hangos felolvasásával. Nagyon sokszor az elménk dekoncentrált. És nagyon sokszor az igének a kihirdetése, megvallása segít, hogy be tudj menni, át tudj törni. Ezért olvas hangosan igét, azt szeretném javasolni, hogyha nyomások alatt vagy. Mehet? 8-as. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Még egyszer, jó? Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Amen. Teljes jutalmat. Ne felett, ne is legyen az, hogy nem lesz jutalmad, ne is felett, azt mondja János, teljes jutalmat akarok. Teljesen, amit az Úr készített számomra.
Én az ő kedvét keresem, ugye? És ti is az ő kedvét keresitek. 2 Korintus 5-hez gyertek még. Ez a másik főige. Tudjátok, én nem félelemből akarom őt szolgálni, és nem is a jutalom miért kimondottan, hanem ahogy Pál mondja, hogy őt Krisztus szerelme szorongatja. Azt mondja, hogy úgy vélekedek, hogy ha egy valaki meghalt értem, akkor én is odaadom az életemet azért, aki odaadta az életét értem. Ezért szeretem őt, és engem Krisztus szerelme szorongat, és ezért akarom őt szolgálni. Nem csupán a jutalomért, mert a motivációt is Isten megméri. Az rég rossz, ha te csak azért akarod a jutalmat, hogy nehogy büntetést kapjál. Komplex az egész. Szív, szeretet, élet. 2 Korintus 5, jó? Lehet, hogy nekem más fordításom van. Nézzétek, ezt már nem olvastatom föl veletek. Azért igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, neki kedvesek legyünk. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonosz. Szó szerint ez azt jelenti, hogy hitvány, értéktelen, ócska. Tehát valami ócskaságot viszünk Isten elé. Mondom a csiát, mert sokkal jobb. Mindannyiunkat láthatókká kell, mindannyiunknak láthatókká kell lennünk a felkent ítélőszéke előtt, hogy ki aszerint kapja meg jutalmát, amit a testen át művelt, a jót is, a hitványat is, tehát az értéktelent. Több olyan amerikai fordítást is megnéztem, ami alapján úgy tűnik az egész, hogy a valódi jellemünkben fogunk ott megjelenni Krisztus ítélőszék előtt. A valódi te, a valódi én lesz ott. Föl lesz tárva minden az életünkben. Pál egyébként ezt a levelet, az efézusi, első levelet az efézusi 3 éves tartózkodása után írta, és a 2 Korintus levelet 1 év után írta meg, és szeretném a legfontosabbat most leszögezni, hogy nehogy valami, mindenkire lemenjen a kárhoztatás. Krisztus ítélő széke előtt nincs kárhoztatás, nincs vádlás. Aki oda kerül a Krisztus ítélő széke elé, egy sem fog elkárhozni. De akkor jön a következő becsapós, de jussál oda. Tehát, hogy minden ember oda tudjon jutni ehhez a király székhez, vagyis az ítélőszékhez. Azért imádkozzunk, hogy közöttünk senki ne legyen, aki nincs ott. És annak örüljünk, hogyha oda kerülünk ehhez a királyi ítélőszékhez. Amen. Nagyon fontos az ige. Láthatókká kell lennünk, megjelenünk ő előtte. Dicsőség az Úrnak. Tehát itt a pneumatikusok, a szellemiek, az újjászületett emberek fognak megjelenni Krisztus ítélőszék előtt. Nem a lelki emberek, hanem az újjászületett emberek, akiket újjászült a Szent Szellem élő reménységre, nem a lelkiek, akik értelmileg vannak meggyőzve, hanem valódi újjászületett emberek fognak megjelenni Krisztus ítélőszékén. Biztos tudjátok, hogy Pál 3 csoportba sorolta az embereket, akár az 1 Korintus 2-ben, vagy 3-ban, azt hittem, hogy vannak a pszichikuszok, ugye, a lelki emberek, vannak a pneumatikuszok, a szellemi emberek, és van a szársz, a testi emberek. A testiekre ott ő a keresztényeket érti, akik megtértek Jézus Krisztushoz, de mégis az életükben csecsemők a testi cselekedeteik miatt. Tehát itt pneumatikus újjászületett emberek lehetnek, mert akiket újjászült Isten, azok egész biztosan találkoztak vele és a Szent Szellemmel. Ezt jelenti az újjászületés, jó? Na, szóval és akkor nézzük most a másik igét, hogy így adjuk egy kis élet neki. Azt hiszem, az 1 Korintus 3-hoz gyertek, ahol nagyon sok igén van. Nagyon imádkoznom kell, hogy mi legyen az üzenet konkrétan, de előjáróban szeretnék beszélni a Krisztus ítélőszékéről, a jutalomról, szeretnék beszélni a hűségről, szeretnék beszélni a győzelemről, és nagy örömötökre a győzelmi koszorúkról, hogy mik ezek. És akkor lesz egy örvendezés a végén, és nem úgy fogtok elmenni, hogy lenyomva... De hiszem, hogy sosem mentek így el, mert az ige fontos, és élő, és ható, és Isten korrigálni akar bennünket, megszentelni, megáldani akar bennünket, helyre akar állítani, és minden üzenet jó az igébe, amen? Az 1 Korintus 3-hoz gyertek. Tehát ha már ezt a 3 vagy 4 ige helyet tudod, megtanulod, és esetleg imádkozol ezzel, ugye, amit mondtam, a János 2 János levél, a 2 Korintus 5, vagy ez az 1 Korintus 3, azt mondom, hogy nem vagy messze a jutalomtól. És természetesen hiszel benne. 11-től.
vagyis a 10-től. Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Tehát olyan emberekről van itt szó, akik megtértek, újjászülettek, a fundamentum az alap Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. És ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi, ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül. De úgy, mintha tűzön keresztül. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Direkt felolvastam ezt a 16-os verset. Nem tudjátok, hogy ti Isten templom vagytok, és bennetek lakozik az Isten? Miért olvastam föl? Azért, hogy komolyságot adjak az igének, ahogy Pál is. Tehát nem csak azt mondja, hogy lesz egy utalmazás, azt jó van, hanem értsétek meg, bennetek Krisztus szelleme, Isten szelleme van bennetek. És ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Nekem ez az ítélő szék tulajdonképpen, bárhogy is vesszük, nem csak egy hatalmas, felhőtlen ovációt hoz. Mert az igéből nem ezt látom, hogy csak örvendezés, csak ováció, hanem megvan benne az Isten félelem. Megvan benne az a feeling, hogy te jó ég, én elveszíthetek valamit. Mert arról van itt szó, hogy egy minőségi munkát fogod keresni az Úr, értéket fog keresni az Úr az egész életedben. Itt ennél az ítélőszéknél az összes, tehát nem az üdvösségedről lesz szó, hanem a Krisztusban lévő tetteidről, cselekedeteidről, motivációidat fogja az Úr megvizsgálni, a szolgálatodat fogja megvizsgálni az Úr. Mindent felszínre fog hozni, és látod, itt minőségi dologról van szó, hogy ugye hitvány, vagy értékes-e az a munka, amit tettél az Úrért. És ahogy itt most gondolkodok, eszembe jut az, hogy érték, hogy vajon engeded-e, hogy téged valaki értékeljen, vagy kiértékelje az életedet, kiértékelje a munkádat. Mert itt kezdődik, hogy megengedjük-e azt, hogy valaki esetleg korrigáljon, vagy esetleg egy jó kritikát mondjon az életeddel kapcsolatban. Mert ennél az ítélőszéknél Isten fog bennünket korrigálni. És ha nem szokunk hozzá ahhoz, hogy itt a Földön Isten szeretne korrigálni bennünket, tanítani, vagy értékelni, hát nem leszünk könnyű helyzetben. Nem arról van szó, hogy egy vádló, egy verdikt ítéletet mondj egy testvérednek, stb. Ilyen esetben. Tehát én csak azt a kérdést szeretném feltenni, hogy most én hiszem, hogy a szellem hozza föl bennem, hogy téged lehet-e értékelni. Milyen reakciód van, amikor értékelnek téged? Vagy egyáltalán te értékeled-e a keresztény életedet, a szolgálatodat, a munkádat, az emberekkel való kapcsolatodat? Hogy szoktál-e egy ilyen önvizsgálaton átmenni, amiről az ige tanít, hogy fontos? És szerintem ez egy nagyon jó helyzet, amikor az ember ezen gondolkodik. És engedi azt, hogy értékelve legyen. És olyankor baj van, amikor azt érzed, hogy az egó kezd fölágukaskodni benned. Valahogy így valami ugye motoszkál, valaki szól valamit, te ezt jobban is csinálhatnád. Ez a munka nem tökéletes, vagy nem annyira jó. És persze jobbító szándékkal, nem azért, hogy így maradjál, hanem azért akar segíteni, hogy te helyre álljál. Én azt gondolom, hogy ha minél több ilyen ember lenne az egyházban, sokkal könnyebben tudnánk változni. Hogyha az emberek nem annyira hiper-szuper érzékenyek lennének, hogyha valaki bármit is tanácsol vagy szól nekik, hanem elfogadnánk egymást. Egyetértetek ezzel? Szóval lesz itt egy értékelés. A béma, tehát mi ez az ítélő szék, ezt még egyszer elmondom, azt hiszem egy-két mondatban talán múltkor talán felvázoltam. Ez a béma szó,
Tulajdonképpen a görög szó egy lépcsőkkel elérhető emelt helyet vagy emelvényt jelent szó szerint. Tehát egy dobogó van benne, emelvény van benne törvényszék, bíróság, de egy olyan emelt hely, amikor dobogóra állnak. Tehát ez egy teljesen komplex szó, nézem itt a görögöt, és ugye az ókori görög kultúrában egyszerre utalt ez az ítélőszékre is, és egy emelvényre, ahol a sportolókat is díjazták, ugye Tamás valami hasonlóért imádkozott, vagy ahol a római magisztrátus vagy császár egy nyilvános gyűléshez szólította az embereket. Ennél a bémánál volt például Pál a császár előtt, vagy a tanítványokat a törvényszék elé vitték ehhez a bémához. Sőt, egyébként Korintusban is volt egy béma, amit bémának neveztek, ahol igazságot szolgáltattak, vagy pedig elismerést kaptak különféle polgárok ennél a béma ítélőszéknél. Gyertek a Róma 14-hez, jó? Megyek bele, hogy a nehezét az elején elintézzem, és ezt okosan majd. Így szoktam. Ítélőszék. Hol van még? Tehát, még egy dolog, tehát azt hiszem 12-ször szerepel az Új Szövetségben ez a béma ítélőszék, és kettő esetben szerepel Krisztus komolyan, tehát Krisztus konkrét ítélőszékével kapcsolatban, itt a 2 Korintusban, és itt, ahogy értek a Róma 14-hez. Róma 14. A 10-es verstől szeretném olvasni az igét. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélőszéke elé. Látod? Itt is. Itt sem egy olyan érzést akar átadni Pál, mint hogyha annyira csodálatos, könnyű mindig ennél az ítélőszéknél lenni. Miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé, mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést és megbotránkozást. Tehát igazából azt mondja az ige, hogy miért ítélkezzel a te testvéreged? Mi jogon? Mi jogon veted meg a testvéredet? Ne ítélkezzünk egymás fölött, hanem inkább azon legyünk, hogy a testvér miattunk, azt hiszem a Csia mondja, ne essünk kelepcébe, ne legyen botrány kő ezzel kapcsolatban. De egyébként, hogyha megnézed a Róma 14-et, a szövegösszefüggésből kiderül az, hogy először arról beszél Pál, hogy hogyan ítélgetik a keresztények a hitben erőtlent. És utána jut erre a megállapításra. És tudjátok, át akartam adni ezt a képet még jobban. Imádkoztam. Én egyébként teljesen őszinte vagyok. Úgy szoktam igét hirdetni, hogy nagyon akarom, hogy engem az ige olvasson, és hogy szembe találjam magam az igével. Mert én hiszek abban, Isten engem is meg fog ítélni, hogy itt állok, és mit mondok, és én élem ezt, vagy gyakorlom ezt. És múlt héten nagyon sokat foglalkoztam ezzel az igével, és imádkoztam az Úrhoz, tudtam, hogy fogok szolgálni. Uram, add, hogy valamilyen képet át tudjak nekik adni erről az igéről. És ahogy ezen elmélkedtem, rájöttem egy pofon egyszerű dologra. Abban a pillanatban, amikor az ítélőszék elé visszük a testvérünket, mert igazából azt csináljuk ilyenkor, magadat is vidd oda. Rögtön. És ahogy ez jött, éreztem, hogy olyan erős istenfélelmet kaptam. Akartam valami megfoghatót átadni nektek, és éreztem, hogy áthatolt. Tulajdonképpen, amikor így ítélgetünk, vagy károsztatunk embereket, vádolunk, oda visszük már most őket az ítélőszék elé. Azt mondja Pál, hát nem érted? Te ugyanoda fogsz kerülni. És amikor ezt tesszük, akkor lásd magadat is ott. Rögtön. És hagyd mondjam el, nagyon keveset fogsz akkor odavinni, nagyon sok embert fogsz odavinni akkor az ítélőszékhez. Tehát azt mondja Pál, ne cibáljunk oda embereket, főleg idő előtt. Nem a mi jogunk megítélni bizonyos dolgokat, vagy tetteket. De most, hogy nehogy itt a humanizmusra gondoljatok, mindig néha kell így egyensúlyoznom, nem arról van szó, amikor van egy krisztusi rend egy gyülekezetbe, és valamit nem kell elmondani egy testvérnek. Én itt komolyan egy károsztató ítéletről beszélek, egy olyan rossz szívből, motivációból való ítélkezésről beszélek, vagy gyűlöletről, vagy haragról, vagy kritizálásról, mert nincs benne Isten.
Mert ugye Isten formál bennünket testvérek által, a jellemünket formálja. Tehát kell, hogy legyen kapcsolódásunk, és kell érintkezés. Tehát ez nem Krisztus egyháza, ez nem igei, hogy nem állunk szóba senkivel, és véletlenül nehogy valakinek a tyúk szemére rálépjek. Ez nem ezt látod az igébe. Hanem itt magáról, erről az ítélkezésről beszél Pál, amikor a szívben benne van ez a nem a megjobbító szándék, nem a jó szív, nem a szeretet. Azt te meg tudod ítélni, amikor szeretetből szeretnél egy embert esetleg megváltoztatni. És mivel Isten ezt a szívet nézi, én azt gondolom, itt erről van szó. Igaz ítéletet mindig kell gyakorolni az egyházba. 1 Korintus 11-hez gyertek, jó? Tehát vidd oda magadat, rögtön. Egy Korintus 11. És ha már itt tartunk, akkor, hogy felkészüljünk majd valóban erre az ítélőszékhez, oda készüljünk, szokásunká kell tudni tenni azt, hogy már most meg tudjuk magunkat ítélni. 1 Korintus 11, 31, 32, ugye az úrvacsoráról van itt szó, de azt mondja itt az ige, hogy talán a 31, 32-t olvasom, hogyha mi ítélnénk magunkat, akkor nem ítéltetnénk el. Látod? Előbb elítéljük a testvérünket annál az ítélőszéknél. Annyira könnyen mondunk kritikákat. Csípőből emberek vádolnak, kárhoztatnak, okoskodnak. Annyian osszák az észt, és köztünk is. És mindig tudjuk, hogy kinek mit kell csinálni, csak azt nem, hogy nekünk mit. Sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Sokkal inkább vissza kéne fogni a szánkat. Mert azt mondja Jézus, hogy minden hiába való beszédért számot fogunk adni. Sokkal inkább magunkkal kellene törődni, mint hogy másokat kritizálni, megítélni. Nem Isten szerinti módon. Csi azt mondja, ha ítél is az Úr, én nem olvastam végig, ha mi ítélnénk magunkat, akkor nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk az Úrtól, tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Ámen. Ez jó dolog, amikor az Úr megítél. Nagyon jó dolog, amikor az Úr korrigál. Vagy esetleg Istentől más korrigál téged. Dicsőség az Úrnak. Törekednünk arra, hogy helyesen ítéljünk, és legyen egy tükör előttünk. Habár hagyd mondjam el, hogy így imádkoztam, és úgy azt éreztem a szellememben, hogy tulajdonképpen teljesen tökéletesen egy hívő, hiába hívő, nem tudja teljesen átlátni a bűneit, a vétkeit. Erre csak Isten képes. Nagyon alázatos szív kell ahhoz, hogy teljesen föl tudja az Úr fedni neked a valódi ént, hogy ki vagy te valójában. Tökéletes bűnbánatra nagyon nehéz jutni, amikor sok a bűn, sok a vétek az ember szívében már feltornyosodik, vagy akár az ego, vagy a büszkeség, vagy tele van sérüléssel, mert a lelkiismerete, a szellemismerete akkor rombolódik. Fertőződik, az ige ezt tanítja. És nagyon nehéz akkor egy helyes bűnbánatra jutni. De azt gondolom, hogy az egy fantasztikus kincs, és értékeljétek azt, hogyha bűnbánatra tudtok jutni valamilyen területen. És hogy mondjam el, kell, hogy legyen ilyen élményed. Gyakran, hogy bűnbánatra jutsz valamilyen területen. Kérdezd meg magadtól, mikor volt valamilyen területen utoljára bűnbánatod? 20 éve? Az nem lenne jó? Amikor tényleg ott vagy az Úr előtt, és valamit szól az Úr, és korrigálni akar, és nem a sémát mondod rögtön csípőből, ugye? Nagyon bonyolult tud lenni az emberi szív, főleg, hogyha tele van sérülésekkel, meg fájdalmakkal. De mégis ehhez a királyi székhez kell mennünk. Gyertek a Máté 5-höz. Bírjátok még? Oké. Mutatok még egyet. Ha már itt voltunk a testvéri kapcsolatok. Úgy látszik az Úrnak nagyon-nagyon fontos lesz a Krisztus ítélőszékénél, hogy rendezve vannak-e a kapcsolatok. Nagyon, mert a testvéred az ő gyermeke. És egy olyan Istenő, aki egységet szeretne, szeretetet. Máté 5. Azért, ha te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el.
Előbb békülj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Ez annyira elfelejtjük, nem? Figyelj, most figyelj, mit vettem észre. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömözbe ne vessen téged. Bizony, mondom neked, ez egy csúnya ige, de nem baj, felolvasom. Ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig? Hát, amikor így elbagatelizáljuk a megbocsátást, meg a meg nem bocsátást, hát, gyerekek. És most figyelj, amit akarok mondani, amit észrevettem. Ha tehát viszed az adományodat az oltára, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek panasza van ellened, és akkor te jó ég, ott eszedbe kéne jutnia. Amikor viszed az ajándékodat az Úr elé, vagy imádkozol, olyan lelkiismeretednek kéne lenni, olyan szívednek kéne lenni, hogy azonnal eszedbe jut, hogy az a testvér neheztel rám, vagy haragszik. Nem láttam még így ezt az igét. Ez nagyon sokszor rutinszerűen csináljuk, higgyétek el, éljük az életünket. Megbocsátok ennek, annak, jön a bűnvallás, stb. Ez nem így van, ez szív. És Jézus feltételezi, hogy olyan alázatos vagy, és szent, és istenfélelemmel élsz, hogy ahogy mész az Úr elé, viszed az ajándékodat, megemlékezel, eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened. Azt mondja, hagyd ott az oltárat, az ajándékot, ne imádkozz. Inkább hagyd abba az egészet. Amíg te nem vagy képes megbocsátani, nem vagy képes letenni ezeket a dolgokat, addig ne vigyél semmit az Úr elé. Vannak nehéz esetek, ahol sok fájdalom ér bennünket, és nehéz a megbocsátás, tudom, nem most kezdtem én se. De mindig dolgoznod kell azon, hogy teljes megbocsátás legyen a szívedbe. Addig kell menned kitartóan, amíg a szíved megtisztuljon. Érzelmileg, mentálisan, elmébe, és gondot kell viselned arról, hogy ne nőjenek föl ilyen keserű gyökerek a megbocsátás, meg nem bocsátással kapcsolatban. És mondom tovább, figyelj, tehát békülj ki a testvéreddel, és csak azután jöjj és vidd fel adományodat. Siess megegyezni az ellenfeleddel, míg az úton együtt vagy vele, hogy a bírónak ne adjon át. Tehát tulajdonképpen még te jársz rosszul. Mert ő haragszik rád, és mivel te nem rendezed a kapcsolatot, és te tudod, hogy neheztel rád, nagyon jól tudod. Hát mindent tudunk eleve, nem? Mi keresztények érzünk mindent, mindent látunk, érezzük, hogy ki micsoda, mit gondol, mit érez. Hát ezt is érezd meg, amikor neheztel rád. És az igaz nem azt mondja, hogy maradj csöndben, hanem menj oda. És rendezd le azt a kapcsolatot, békülj meg vele. Ez lenne a normális, nem? És elmondom, hogy mi az, hogy békülj meg. Szó szerint, ez a szó, dialasszó, kicserél, megváltoztatja valakinek a hangulatát. Kibékít. Tehát ez kicsit több, mint annál. Megbocsátok a Jézus nevén, amen, delitus mortus prorum. Ez kicsit több. Kibékíted azt az embert. Kicseréled a hangulatát. Az a jó megbocsátás, amikor odamész, rendezed a kapcsolatodat azzal az emberrel, és egyszerűen az ember, megváltozik a kapcsolati szintetek. Kicseréled a hangulatát. Kibékülsz vele, felhagysz ezzel az egésszel. És ez egy konkrét tett, ez nem egy hamis békesség, ahogy nagyon sokszor csináljuk, mert én azt látom, hogy tele van az egyház ilyen hamis megbocsátással, hamis, inkább nem mondunk semmit, és belül a szív pedig csak árad, és azonnal robban, amikor kerül egy bizonyos szituációba. Változtasd meg a hangulatát annak a testvérnek, aki rád haragszik, vagy neheztel. Vagy fordítva, hogyha rád, én az úgy vele, hogyha tudom, pláne, hogyha tudod, hogy te bántottál meg valamit, valakit, akkor is oda kell menni. Tehát ez oda-vissza van. Tehát egy kicserélt állapotba kell kerülnie a viszonynak. Idáig kéne eljutni szerintem. Amen? Jusson eszedbe minden imádságod előtt a testvéreddel való kapcsolatod, mert mindannyian odaállunk Krisztus ítélőszéke elé. Ha, én félem az Urat, tesók, ti nem? Ó, Uram, adja az Úr, hogy nagyon sokat változunk, és nagyon sok megtérés legyen a gyülekezetben, érzelmi szinten. Tudjátok, azt gondolom, hogy Isten bírói széke nagyon üres mostanság sok kereszténynek a látásában. Nem tudják összeegyeztetni, hogy Isten bíró is. Szerető Isten, igazságos Isten, és a kettőt nem tudják összetenni, hogy ő egy bíró is. Pedig azt mondja az apostolok cselekedeteibe, hogy Istentől elrendelt bírája élőknek, halottaknak, Krisztus. Isten
átadta teljesen az ítéletnek a jogát a fiúnak, a Jánosot alapján látjátok, ugye? Azt mondja, hogy odaadta az ítélet teljhatalmulag az ítélet jogát, azért, mert miért? Ki tudja miért? Ki tudja? Átadta az ítélet jogát, miért? Nem tudjátok? Mert embernek fia. Azért, mert itt élt köztünk 33 és fél éves koráig, emberek között volt, szolgai formát vett itt föl, de ismeri az emberek szívét, lelkét, és Isten úgy döntött, hogy a fiú fog itt élni majd, a Krisztus ítélőszékén. Ezért nem az atyának az ítélőszékét látod. És mint mondtam, az a jó, hogy ehhez az ítélőszékhez kerülsz, és nem a nagy fehér trónhoz, ami a Jelenések 20-ban lesz, ahol a gonosz emberek, a meg nem tért emberek fognak majd oda kerülni. Egy nap, ugye az ige azt tanítja ott, hogy a halottak is följönnek a tengerből, eltűnik a föld és az ég, könyvek fognak megnyittatni. Súlyos ítélet lesz azoknak a számára, akik nem a Krisztus ítélőszék elé fognak kerülni. És na mindegy. Szóval a mi esetünkben, keresztények esetében végbe ment már az ítélet, Krisztus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tett bennünket, megszentett bennünket. Bűneinkről többé meg nem emlékezik. Mi nem a nagy fehér trón elé fogunk kerülni az Úr Jézus nagy napján. És ahogy a ismétlésként néha Lali szokta mondani, hogy kicsit tegyek be ismétléseket, ő is betesz, hogy azért, hogy legyen egy kis picike teológia. Tehát kell valami pici teológia, hogy legyen egy átlátható látásod. A Róma 2 alapján elmondja Isten, hogy hogyan fogja megítélni az embereket. Írt föl esetleg a Róma 2 alapján, Isten meg fog ítélni bennünket igazság szerint, személyválogatás nélkül fog ítélni bennünket. A cselekedet szerint meg fog bennünket ítélni, de azokat, akik jó cselekedetben áltatosan keresik őt, ugye azoknak csodálatos halhatatlanságot fog adni. Világosság szerint meg fog bennünket ítélni, hogy milyen kapott világosságod van, az szerint mit értettél meg, és mit tettél az Úrral. Mondtam a talentumos példázatokat is nektek. A szívek motivációit Isten föl fogja hozni, és hatfajta ítéletről beszél a Biblia tulajdonképpen, összeírtam az egészet. Az első ugye, hogy Krisztus megítélte a hívőknek a bűneit, ugye, a kereszten. Tehát az az ítéletnek vége van, mi megyünk a mennybe, dicsőség az Úrnak. A második ítélet, amiről beszéltem az előbb, a hívő önmagának a megítélése, amiről beszél az ige. A harmadik, a Krisztus ítélő széke előtt, hogy az Úr meg fog bennünket ítélni. Ugye mondja Péternél, hogy rajtunk kezdődik az ítélet, Isten házán kezdődik az ítélet. De egyébként mondott egy másikat, hogy még az igaz is alig tartatik meg. Mi lesz akkor a bűnössel? Na hát ez is egy istenfélemre adokot. Tehát, amit mondtam, a hívő önmagát megítéli, akkor a Krisztus ítélő széke előtt meg fog bennünket Isten ítélni. Igen, a nagy nyomorúság végén lesz egy ítélet, ahol Izrael fölötti ítélet is lesz, Krisztus visszajövetelekor, Izraelt meg fogja Isten tisztítani, és a pogányok ítélete is akkor lesz. Tudjátok, juhok, kecskék, stb. Ismeritek a történetet, és akkor az 1000 éves királyság végén, amit az előbb említettem, lesz egy nagy ítélet, ahol a fehér trón elé minden egyes ember ott lesz, akik nem keresztények voltak. Habár lesz ott egy életnek könyve, ami ki fog nyílni, gondolom lesz valamilyen kegyelmi idő azok számára is majd, azt nem tudom pontosan, hogy, de az biztos, hogy a Jelenések 20-ban a nagy fehér trón előtt ott azok kerülnek, akik a hívők, azok a hitetlenek kerülnek, akik a bűneikben haltak meg. Megtérés nélkül. Könyveket nyit Isten, úgy látszik, Isten könyveket vezet. És milyen érdekes, hogy a mi életünkben nem emlékezik meg a bűneinkről, de az ő esetükben könyvek irattak. És minden tettük, cselekedetük, szóval a gyerekek, ez súlyos, föl lesz írva. Jelenések 20, nézzétek, hogy nem akarom felolvasni, olvassátok otthon el esetleg. Amit tettek az emberek itt a földön, mind napvilágra fog kerülni. Ó, dicsőség az Úrnak. Érzem a súlyát, ahogy beszélek. Szerintem nincsen kijózanítóbb téma ennél a témánál, a Krisztus ítélőszékének a témájánál. Van egy, nem tudom ki tud angolul, de én szoktam olvasgatni, vagy akár egy Webster szótár. Valaki ismeri, Merriam-Webster szótár. Ez egy ilyen szakfordító volt nagyon-nagyon régen, aztán 18. században élt, és azt megkérdezték tőle, hogy mi volt az a legmélyebb gondolata,
ami elhagyta az ő elméjét, és azt mondta az, hogy a hatalmas, dicsőséges, félelmetes Isten előtt egyszer meg fogok állni. És ott találkozni fogok vele. Azt mondta, hogy nincsen ennél fantasztikusabb dolog pillanat, amikor majd meglátja az ő urát, és dicsőség az Úrnak. Halleluja. Nagyon ünnepélyes hangulat lesz ám ott. Nagyon csodálatos pillanat lesz ott. A mi számunkra győzelem lesz, hiszem. Mennyire szükségünk van erre a szívbe markoló érzésre. Nem tudom másképp elmondani. Bele kell tennem az érzelmeket, mert ebben van érzelem. Ne félj az érzelmektől. Ah, gyorsan átlapozom. Ah, itt összeg. Ne félj attól, hogy találkozol az érzelmeiddel, a félelmeddel, a vágyaiddal, az, hogy Isten eltaláljon téged. Annyira lényegtelen dolgok miatt aggódunk, nem itt a földön. Mi fog történni egy hónap múlva, két hónap múlva, ez a teher, az a teher. És közben az örök kivalósággal pedig nem gondolkodunk, mind jár az agyunk. Pedig hagyd mondjam el, hogy tízezerszer ennyi év múlva is örülni fogsz, hogy befektetted az életedet Krisztusba. 3 hónap, 2 hónap az életedben, 2 hét aggodalom, 10 000-szer, 10 000-szer év például. És ott fogunk lenni. És örülni fogsz azon a napon, hogy boldog leszel, hogy az egész életedet odaadtad az Úrnak. Amen! Dicsőség az Úrnak! De, hogy megint mondjak egy kicsi jajt, mert néha beteszek ilyet, azt mondja, hát kell. A Nándi már tudja, mindig megemlíti, hogy szoktam mondani, súlyos volt, Klaudia. Nagyon súlyos volt, nagyon jó volt. Fú, nagyon éles volt, de nagyon bátorító, és nagyon jó, és áldjon az Úr. Ezt nem tudom hány éve, ezt hallom. De nagyon örülök neki, mert egyébként összefoglalja, hogy éles. Tehát azt mondja az Úr, de utána majd végeztem. Kérlek, ne kérlek. Még ez. Szóval azt mondja János, hogy maradjatok ő benne, fiacskáim. Nehogy az ő eljövetelekor. Nehogy megszégyenüljünk az ő eljövetelekor. Azért csak tudtam, miről van szó, nem? Ő is gőzerővel a jutalomért futott. Én nem akarok megszégyenülni ott. Fú! Nem fog engem bántani, nem fog rám haragudni, de ahogy ott állok, meg a testvérek is ott lesznek, én azt akarom, hogy büszke legyen rám, és azt tudja mondani, hogy mindent megtettem, amit mondott. Legalábbis a legtöbbet megtettem. És azt tudja nekem mondani, hogy jól vagyon, jó hű szolgám, kevesen voltál. Sokra bízlek ezután. Nem itt szeretnétek? Hát akkor itt az idő készülni. Felkészülni, akár a lélekmentés területén is. Amen. Dicsőség az Úrnak. Meg ne szégyenüljünk az ő eljövetelekor. Valamelyik héten belenéztem Leonard Ravenhillbe. Volt egy ilyen a gépemen volt valami kis üzenet, és pont hiszem, hogy az Úr mutatta meg, hogy Avi Tozerrel beszélgetett. És akkor mondta neki a Tozer, hogy Lent, te tudod azt, hogy ahogy átlépünk az örökké valóságba, abban a pillanatban úgy fogom magamat érezni, mintha koldus lennék. Ő tudott valamit. Ő nem egy ilyen vallásos, mély, alázatos embert láss ebbe, hanem azt mondta, hogy nézd meg, Leonard, hogy mennyi gazdagság volt a Krisztusban, és én szinte koldusként jövök ide. Így fogok oda jutni. Így látta ezt az egész helyzetet, hogy vajon mennyit aknázunk ki az Isten gazdagságából, amiről az írásokban beszél. Ah, fantasztikus az ige. Mennyi áldást tartogatott az Úr számunkra itt a földön. Kilépünk az örökké valóságba, én nem akarok koldus lenni. Én nem akarok, hogy épp hogy csak a tűzön át, épp hogy. Figyeljetek, azt mondja, hogy épp hogy megmenekül. Na, ez nem én vagyok. És nem én leszek. Én nem akarok épp hogy üdvözülni. Apcsel 26-ban ott van Pál, Agrippa és Festus előtt. Emlékeztek a történetre?
Ott elmondja az ő bizonyságtételét, hogy ragadta meg őt az Úr. Emlékeztek? És elmondja, hogy természetfeletti egy találkozása volt Jézussal. Csodálatos. Sötétségből világosságra hívott engem az Úr, hogy megnyissam a vakok szemeit, Lali szeretért az égét, többször szokott erről beszélni. Elmondja az elhívását konkrétan. Bizonyságot tesz. Festus azt mondja, ó, bolond vagy te, Pál. Őrültségbe visz téged ez a sok tanulás. Valami elment az eszed. De ő folytatja, Agrippának folytatja a prédikációt. És akkor azt mondja, Agrippa király, te tudom, te hiszel a prófétáknak, ugye? Hiszel. És azt mondja neki Agrippa, de Pál, majdnem ráveszel engem arra, hogy keresztényé legyek. Majdnem. Én nem akarok majdnem keresztény lenni. És te se legyél majdnem keresztény. És aki a neten hallgatja, ne legyen majdnem keresztény. Ne legyél az, aki épp hogy bejut a mennybe. Inkább azt javaslom. Tűzön keresztül. Ezek a majdnem keresztények a legrosszabbak. Akik azt hiszik, hogy keresztények. John Wesley is egyébként egy ilyen ember volt. A kereszténysége elején, amikor még hát nem volt valóban újjászületve, ő azt hitte, hogy újjá van születve. És tette az Úr dolgait egészen addig, amíg rá nem döbbent arra, hogy nem volt neki egy személyes találkozása Istennel. Mi a baj ezzel a majdnem kereszténységgel? Az, hogy menjetek be a szoros kapun. Ugye? Keskeny az az út. És sokan vannak, aki azon járnak. Kevesen találják meg a jó utat. De figyeljetek, aki nem megy be a szoros kapuba, az a széles úton marad. Aki majdnem megtér, az a pokolra jut. Aki majdnem levizsgázott, az megbukott. Olyas atmoszférát érzek, te sok. Nem könnyű beszélnem. Lehet, hogy ebbe az irányba kell mennem. Tudjátok, értelmileg, érzelmileg embereket meg is tudunk győzni sokszor, hogy Isten él. Nagyon döbbenet. Értelmileg, elmébe, intellektuális szinten felfogja azt, hogy Isten él. Hát ők a lelki, értelmi emberek. És ez az Agrippa is hirtelen, hát igen, hát majdnem ráveszel. Hát igen, így van, valóban így van, hiszek a prófétáknak. De nem történik meg a változás, a személyes találkozás Isten személyével. Nem tudja a majdnem keresztény, vagy nem tudom ki elmondani azt, hogy volt egy személyes találkozásom, Isten megérintett engem, tudom, hogy újjászülettem, és hogy fiú vagyok. Mert akik befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá váljanak. Van egy Krisztus tudatúság benned, ha újjászülettél. Tudom, hogy hozzátartozom. Tudom, hogy senki ki nem ragadhat engem az ő kezéből. Még ha rosszat teszek, akkor is. Fiúság tudattal rendelkeznek a keresztények. Egy romolhatatlan mag jön a szívükbe, és elkezdenek átformálódni, gyümölcsök lehetnek az életébe. Nem az a gyümölcs, hogy gyülekezetbe jár, hanem egy belső átformálódás. Amen? Egyetértetek vele? Találkozás. Halleluja. Figyelek, bocsánat, nem baj. Halleluja. Ó, Uram, mennyire gazdag vagy, mennyire dicsőséges, és milyen keveset látunk még belőled, Uram, milyen keveset tapasztaltunk még a te csodáidból, Uram, a te áldásaidból. Dicsőség neked, Uram, többet akarunk, egyre többet és többet belőled, Uram, egyre többet és többet, Uram, egyre többet és többet megtapasztani belőled. Pának volt két kedvenc szava. Ő hozta létre az egyiket, az egyik az, hogy túláradó. Nagyon sokat beszélt az igében arról, van túláradó hit, túláradó szeretet, túláradó szorgalom. Tehát ő mindig fokozta a dolgokat. És van a másik kedvenc szava, a hiper, amit biztos hallottatok. Károli nagyon sokszor ezt úgy fordít, hogy felettébb. Ő úgy ismerte meg az Istent, ami itt egy gazdag Isten. Azt mondja, hogy helyen, hogy
felettébb való az én örömöm. Túlárad az én, nem pontosan úgy van, hogy felettébb túlárad az én örömöm mindenfajta szomorúságom, nyomorúságomhoz képest is. És van, amikor összekapcsolja ezt a két szót, tehát a túláradást, meg ezt a hüpert, ezt a feljebb. Ez a feljebb van ott, hogy például az Efézus 2-ben. Ez azért mutatom meg, hogy kicsit előkészítsem a győzelmet Krisztusban számotokra. Talán lehet, hogy föl is írtam. A 2 Tessa 1:3-ban is ez a hüpper van. Egyébként 29-szer van az Új Szövetségben, és ebből 19-szer Pál alkotott egy új szót. Csodálatos. 2 Tessa 1:3. Mindenkor háladással tartozunk az Istenek atyánfiai, tietetek, amik éppen méltó is, mivel hogy feletté megnövekedék a ti hitetek. Ez a hüeraxono szó. Mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Miképpen mindenben bővölködtök. Hitben, beszédben, ismeretben, minden buzgóságban, jó téteményben. A reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel, békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Most, ha... mindegy, most elfigyelem, gyertek a Róma 8-hoz. És itt a másik. Róma 8. Föltesz 5 kérdést Pál. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ajándékozna vele együtt mindent, mi nekünk? Tehát az első kérdés. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Második. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon adna nekünk oda? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? És kicsoda szakaszt el minket Krisztus szeretetétől? És mit mond, drága testvérek? Mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Amen. Felettébb hüper diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Sem magasság, sem mélység, semmi nem szakaszthat el bennünket az Isten szerelmétől. Olyan hite volt, hogy nem azt mondta, hogy megtörténhet, hogy valaki elválaszthat, nem azt mondta, hogy vádolhat, károsztathat valaki engem, senki. És azt mondja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Diadalmaskodás van. És ez több, mint a győzelem. Nagyon érdekes, hogyha megnézed Csiát, kinek van Csia? Úgy emlékszem, ő azt mondja itt, hogy mindezekben a győzteseknél is több vagyunk. Ugye? Eszter mondja. Te érted? Ez a diadalmaskodás, nem tudta Csia másképp kifejezni, a győztesnél is több. Hát érted ezt? Nem elég, hogy győztes, annál följebb van a diadalmaskodás a keresztény életébe. A dicsőség az Úrnak. Efézus 2:7. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének fenséges, megint hüperballó gazdagságát, hozzánk való jóságából. Olyan extrém szavakat lát a kegyelemről, amiből látszik, hogy ő miből élt, miben élt. Ha most látnál egy ilyen prédikációt, azt mondnád, hogy szuper-hiper szellemi. Hogyha valaki így elkezdene prédikálni, hogy mindenben bővölködtök, meg felettébb való a kegyelem, minden rajtad sokasodik, stb., azt mondanánk, ez egy hitmozgalmas. Egy olyan, aki kész, el van szállva. De Pál, amellett, hogy hirdette a szenvedést, hirdette a Krisztusban való dicsőséget. Tudjátok, amikor olvasod ezeket a szavakat, egyszerűen elmegyed is a szemed előtt. Nem veszed észre, hogy mi ez. Ezért egyébként tényleg javaslom azt, hogy néha más fordításokban is olvassátok az igét, hogy meglássátok, hogy ne csak azt olvasod, hogy felettébb nagy az örömöm. Aztán ennyi. Itt nem erről van szó. Szó szerint azt mondja, hogy képzeljétek, tesszalonikaiak, korintusbeliek, túlárad az örömöm az összes nyomorúság ellenére. Mit jelent az, hogy túlárad? Az, hogy tele van, és kijön belőle az öröm. Na most ez nem egy pici öröm, vagy nem egy kis mosoly. Jól vagyok, tulajdonképpen jól vagyok. Kiárad, túlárad Istennek az öröme, túlárad a bőség, a kegyelem a hívőknek a számára, az áldás, a gazdagság, az a jutalom majd, amiről lassan mindjárt beszélni fogok. Ú, de jó időm van, szuper, jól csinálom. Efézus 3, na még csak azért, hogy kicsit a lelked most kicsit, hogy kijöjjön az elején lévő depiből. Megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó hüperballó szeretetét.
Nem, nem. Érzed most már, amiről beszélek? Hogy milyen az agapé? Sokkal több, amit tapasztaltunk. Sokkal több, amit látunk. Hüperballó. Ó, dicsőség az Úrnak. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Úrunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel, szeretettel. Szerfelett megsokasodott a kegyelem. Ez tényleg egy rendkívüli bőség. A kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ha. A túláradás túlárasztva, azt mondja Róma 5:20. És gyertek az utolsóhoz, csak egy kicsit úgy valószínűleg folytatnom kell, nem tudok mindent elmondani, de lehet, hogy ennek egy külön egy másfél órát kéne szánnom, hogy ezt elmondjam, de úgy gondoltam, hogy most tegyem be csak egy picit ebbe a témába. Az Efézus 3:20-hoz gyertek. Tehát itt, ennél az Efézus 3:20-nál már összekapcsolja ezt a túláradó szót, ezzel a hüperrel, mind a kettő szót, nem tudja már, hogy fokozni Isten szeretetét. Annak pedig, aki véghetetlen hüperbőséggel, itt a bőség, a véghetetlen a hüper, a bőség a periszosz, a túláradó, mindeneket megcselekedhetik, feljebb, megint a hüper, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Ha az Isten adja nekünk kijelentést ebből. Tudjátok, hogyha csak az Efézus 3-at itt, ezt az imát megértenénk, annyira tele lennénk Isten szeretetével, annyira meg tudnánk gyógyulni, ha fölfognánk ezt a minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Ez a leghülyebb fordítás tulajdonképpen olyan, mintha azt mondaná, hogy minden mértéket meghaladva túláradó a szeretet, túláradó Krisztusban. Sokkal feljebb van, ahogy te el tudod gondolni, amit te megtapasztalhatnál belőle. De jó, nem? Több, mint túláradó, több a túláradónál. Mindent meghaladó, és a görög azt mondja, és még ennél is több. Na így beszélt Pál, hát egy szuperszellemi. Olyan dolgokat mondott, amit mi ki sem merünk mondani. Vagy ha most mondanák, csak egy olyan dicsekvésből lenne, vagy hogy vágjuk az igéket, és nincs megtapasztalás mögötte. Az a különbség, hogy neki megtapasztalása van erről. Erről az Istenről, aki ilyen csodálatos, ilyen gazdag. Tényleg koldusok vagyunk szinte, nem? Ahogy ez a Tózer mondta. Tényleg szinte koldusok vagyunk, de nem fog így maradni, hiszen mire az Úr Jézus Krisztus visszajön. Ugye? Nem fog így maradni. Sokkal többet ki fog nekünk az Úr jelenteni magából. Dicsőség az Úrnak. Van egy jó hírem, van akinek lehet, hogy rossz. A George Whitefield, ismeritek, hallottatok róla, egy nagyon 18. századi nagy angol ébredési vezető volt, egyébként John Wesley-nek a kortársa volt, csak ugye Whitefield az kálvinista volt, mindegy, most ebben nem menjünk bele. Többször úgy prédikált, a prédikációját úgy osztotta meg a végén. Testvérek, mindannyian a Krisztus ítéletszéken újba találkozunk. Tehát megnyomta őket, de szeretettel is. Befejezem én is majd így a végén. Oké, csak ne felejtsem, figyelmeztes Nándi. Így fogom befejezni. Komoly, nem? Tudod, mit mondod? Whitefield. Én megelégszem azzal, hogy a hírnevem majd tisztázásra kerül a Krisztus ítélő székénél. Addig én nem foglalkozom ezzel. Ilyen ember volt. Nem érdekel a hírnevem, majd a Krisztus ítélő szék előtt majd Isten ezt lerendezi. És azt mondta, hogy az álljon az én sírfeliratomon, hogy élt George Whitefield, itt élt, stb. Az, hogy milyen ember volt, így mondta, hogy milyen ember volt, majd az a nagy nap kideríti. Őszintesség, testvérek. Őszintesség. Amit Isten elvár tőlünk. Foglalkozunk itt a hírnevünkkel. Mit gondolnak rólunk emberek? Számít ez? Egy valaki fog bennünket megítélni, és az Úr. És azt mondja Pál, hogy idő előtt semmit ne ítéljetek, amíg felszínre nem hozza majd a sötétségnek a dolgait, a stb. És mindenkinek az Úrtól lesz majd, ugye? Ha komolyan vennénk az igét, nem foglalkoznánk azzal, ki mit gondol rólunk. Ha csak persze korrekciós tanácsa lenne számunkra, de értitek, mit akarok mondani? Annyira számít nekünk, hogy ki mit gondol rólunk, kik vagyunk, nem? Ó, dicsőség az Úrnak. Érdekes, hogy valamikor talán egy hónapja megkérdezte tőlem valaki, amikor hallotta ezt a prédikációmat, hogy ő mondta nekem, hogy hát, ő szomorú, mert
annyi mindent elrontott az életébe, és már kicsit nem olyan fiatal már, és sok mindent elrontott, sok bukás volt az életében, és sok fájdalom, és nem tudta befutni itt a pályáját, és hogy vajon, kérdeztetem Claudia, talán az Úr nekem is tartogat valamit, vagy stb., és mondtam neki, hogy biztosan, egész biztosan, abban a pillanatban, ahogy egy hívő odaszánja magát Isten szolgálatára, nem azt fogja nézni, hogy még hány év vagy itt a Földön, hanem addig valóban cselekszed-e Istennek az akaratát. És ezt mondtam neki, és de mondtam neki, tudod, mit imádkozom, érted? Szeretem azt a testvért nagyon. Sok mindenben nem gondolom, hogy ő tehet. Imádkoztam, és egy olyan egy-két nap múlva megkaptam Sámsonnak a sztoriát, és tudtam, hogy rákaptam azt, hogy az utolsó napján sokkal több filiszteust ölt meg, mint egész életében. Sokkal több dicsőséget hozott az Úrnak, és elmondtam neki, és szinte profétáltam neki, és nagyon bement neki, és a szívét áthatotta, ahogy ezt mondtam neki, hogy testvérek, az elpazarolt évetekre lesz megoldás. Olyan kegyelmes az Úr. Fantasztikusan kegyelmes, amit elrontottál, helyre fog állítani. Csak arra rövid időre, hány éves vagy, nem tudom, 40, 50, 60, 80, amíg itt élsz a Földön, kapd össze magad, és élj az Úrért. Élj az Úrért, add a legjobbat az Úrnak. Amen. Ha, dicsőség az Úrnak. Van reménység. Mindegy, mikor kezded el. Kezd el most, én azt javaslom. Ha már tegnap nem kezdtem. Jó van, na. Tudjátok, hogy van az a zsidó 10, nagyon sokszor úgy, ezt is valljuk. Hogy ugye, inkább idézem, mert annyi ige van az agyamban, hogy megpróbálok figyelni, a zsidó 10. Na, figyelj, zsidó 10:35. Ne dobjátok hát el bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Ó, itt is a jutalom, figyelsz? Most már így lásd az igét. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljö és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hittéi, hogy életet nyerjünk. Na most nézd ezt az igét. Biztos te is úgy voltál, mint én. Mindig csak azt vettem észre, jaj, nem gyönyörködik az Úr bennem. Nem tetszik neki, ha meghátrálok. Nem, milyen ez az Isten? Nem tetszik neki. Hát ide van írva. Nézem az igét. Jaj! Nem akarok a meghátrálás emberei lenni. Azt imádkoztam. Mert vissza fog jönni az Úr. Nem akarom eldobni. És úgy mondja egyébként, hogy aki meghátrál, nem ért vele egyet a lelkem. És akkor most is ugye most az ember le van csitulva, sok igét olvas, és fejemre csaptam, te jó ég. Hát tudjátok, miért nem akarja az Úr? Ki tudja? Miért nem akarja ezt, hogy meghátráljak? A gondolatot most a kíváncsi vagyok, hogy egy úron pendülünk-e. Hát azért, mert a jutalmát kevés lesz. Megint leesett az agyam. Uram, de rosszul láttam. Hát szeret, nem ért egyet vele, ha meghátrálsz, ha feladsz bármit. Mert ne dobd el a bizodalmadat, mert nagy jutalma van a bizodalmadnak, tesó. Én szeretlek. Azt akarom, hogy begyűjts egy csomó aranyérmet. Ez is az ő szeretete. Nem értek vele egyet, hogyha pauzolsz, ha stagnálsz, ha nem szeretsz, ha nem szolgálsz engem. Nem értek vele egyet, ha leállsz a keresztény életedbe. Menj előre, fuss tovább! Ó, dicsőség az Úrnak! Az Úr azt szeretné, hogy ott az ítélőszéknél megéld azt a győztes örömöt. Annyira szeret. Boldog legyél a győzelemtől. Ámen! Mondjatok egy áment, ha egyet értetek! Ó, de jó az Úr! Ó, dicsőség az Úrnak!
Egyet ki kell hagynom, sajnos az idő. De azért gyorsan így nem megyek oda, de hogy benne legyen itt ebbe az egy prédikációba. Mindazok, akik tanítványok, valódi tanítványok, azoknak nagy jutalmat tartogat az Úr. Mi a tanítványságnak a legfontosabb feltétele? A teljes önátadás. Teljes önátadás. A Lukács 14-ben, vagy 16-ban, nem tudom pontosan most hol, azt mondja Jézus, hogy ha valaki, na jó, úgy látszik kell szerintem, csak felolvasom az igét, hogy az ige kimenjen. Lukács 14-26, azért mondom el, hogy hát van itt valaki köztetek, talán pár, aki tanítvány akar lenni. Lukács 14-26. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő apját és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Az első feltétel az, hogy emberektől, véleményektől, érzelmi, családi kötelékektől egy tanítványnak szabadnak kell lenni. Ez a legfontosabb feltétel egy tanítványnak. Ne így értsd, hogy meg kell gyűlölni aput, anyut, nagyszülőt, nagybácsit, dét, mit tudom én, stb. Hanem arról van szó, hogy ha különbözik az ő látása, a te látásodtól, olyan dolgokban, ami Istennek nem tetszik, ami tényleg isteni dologgal kapcsolatos, akkor neked nem szabad, hogy azt preferáld, hanem neked szét kell választani azt, hogy vajon Istent követed-e, vagy a családodat, akár a gyerekedet, akár a férjedet, feleségedet, a véleményben. A tanítvány teljesen független érzelmileg. Amen. És ez azt látom manapság, nagyon nem megy. Nagyon erősek a generációs kötelékek, a családi kötelékek. És nagyon sok eltorzult családot látok, ahol nincs szabadság gyerek és szülő között. Férj-feleség között látok olyanokat, ahol kontrollálja egymás a másikat. Így nyíltan beszélek, sok kapcsolatot látok. Látom a kontrollszellemet a férfi és a nő között. Nem szabad az egyik. Nem szabad a másiktól. El kell tudni engedni még egy házasságon belül is a másikat. Nem kontrollálhatod le őt, a személyiségét. Én a személyiségéről beszélek. Megbeszélsz vele persze dolgokat, mit, hogyan, nem erről beszélek, de amikor szellemi ember vagy, fölismered azt, hogy egy félelem van abban a családban, kontroll a másiktól, és nem vagy szabad. Nem tudsz dönteni szabadon. Vagy nem tudod azt mondani, én elmegyek most ide, te meg menj oda. Mert én ezt szeretnék menni most találkozni ezzel vagy azzal, és nincs meg a szabadság, és én meg vagyok döbbenve. De nem menj sehova. Maradj itthon. Miért nem ehetne el egyszer? A férfi vagy a nő? Miért nem ehetne el? Ez nagyon fontos dolog, higgyétek el, ez rombolja a szellemi életüket, mert nincs szabadság, és nem fog tudni kifejlődni se a férj, se a nő. Szabadon kell engedni a másikat. 8-ra otthon legyél. És mi van, hogyha 8:30? Most kicsit elviccelem, de remélem értitek. Szabadnak kell lenni érzelmileg is. El kell tudni engedni a másikat. Ez nem olyan, hogy a férj mindig a felesége mellett van, és így szorosan, és sokszor látom ilyen, hogy ülj a feleséged mellé, és szoktál mondani, miért ülök eleget mellette. Tehát figyeljetek, ez nem az, hogy nekem mindig ott kell lennie, mint egy kiskutya, és neki meg én mellettem. Szabad emberek vagyunk Krisztusban, eleget vagyunk otthon együtt, nem? Ezt most teljesen komolyan mondom nektek. Vizsgáld meg, hogy a kapcsolataidban, családdal, feleségeddel van-e kontroll. Istenellenes lelki kötelék, ahol befolyásoljátok egymást érzelmileg. Tehát ez az első a tanítvánnyal kapcsolatban. A második pedig, sőt, még a maga lelkét is képes-e meggyűlölni. Ez a második szint a tanítványsági szintre. Azért mondom nektek el, hogy feldobjam a labdát, hogy nagyon sok jutalmat kapjatok. Leteszi az egóját, az egyéni vágyát, mindent, a saját lelkének a döntéseit azért, hogy az Úr tanítványa legyen. Erről nem akarok sokat beszélni, tudjátok. És van egy harmadik, itt mondja a 33-as versben, ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Ez a harmadik. Anyagiaktól való függetlenség.
Az Úré a pénzed, az Úré a kocsid, az Úré a házad, mindened az Úré. És ezt nem csak mondjuk, hanem még megvizsgálod azt is, hogy mire forgatod a pénzedet. Mit csinálsz a pénzeddel? Te sáfár vagy itt. Az anyagitól, a mammontól függetlennek kell lenni egy tanítványnak. Jó szívűnek kell lenni a tanítványnak. Igen, tényleg így van. Meg kell sokszor kérdeni az Úrtól, hogy mire költsem a pénzemet. Vannak, akik folyamatosan vásárolgatnak. Pedig lehet, hogy eszedbe kellene jutni, hogy ne a 8. cipőt vetnek, hanem vedd meg annak, akinek 2 van. Tehát nagyon sok mindennek eszébe kellene jutni az embernek a pénzével kapcsolatban. Nagyon sokan Krisztus egyházában fukarok. Látom, hogy sokan fukarok. Nem tudnak adni, vagy képtelen egy másikat meghívni egy sörre. Direkt ezt mondtam. Vagy egy cukrászdába. Nézd meg a szívedet, hogy milyen a szíved. Te meghívsz embereket? Szoktál meghívni embereket? Nem arról beszélek, akinek elfogy teljesen a pénze. Arról beszélek, hogy van pénzed, és nincs meg az a bőség benned, hogy adjál. Fogva vagy tartva a pénztől. Megmondom. Ott van benned a mammon, és nem engeded ki. Jó ízűen, itt van 3 barátom, meghívom 5. Mindig téged hívnak meg? Hát ez nagyon ciki. Azt mondja Máté 19-ben Péter, tanítvány. Uram, mi mindent elhagytunk és követünk téged. Mi lesz nekünk a jutalmunk? És itt mond az Úr. Ó, dicsőség az Úrnak. Fantasztikus. A tanítványok jutalma. Ó, de jó. Aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekét, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz 100 annyit vészen és örökség szerint nyer örök életet. 100 annyit fog kapni az, aki dönt Krisztus mellett, annak ellenére, hogyha esetleg olyan döntést kell hoznia, hogy nem a családját választja. Bárki, aki elhagyja apját, anyját, bárki, aki olyan döntést hoz az életébe, ami által mondjuk ketté törik egy család, vagy érted? Most néztek, mondok egy példát. Egy muszlim család, onnan megtér valaki, és kiközösítik a hite miatt a muszlim család. Ő bevállalja azt, hogy emiatt képes elhagyni a családját. Nem ő hagyja el, hanem őt nem akarják elfogadni. Ezért ő nagyon nagy utalma lesz a mennyekben. Amen. Dicsőség az Úrnak. Egy tanítványnak hűnek kell lenni. Még a hamis mammon példáját el szeretném gyorsan mondani, azt nézzétek meg. Aki tanítvány, nem is tudom, hogy hol van a hamis, ki tudja, a hamis sáfár sztori. Mindegy. Ugye ott arról beszél, hogy hűnek kell lenni a kevesen, most csak összesítem, a tanítványnak, a hamis mammonon is hűnek kell lenni, az azt jelenti, hogy a munkahelyeden, a kapcsolatrendszeredben, a világi dolgaiban hűséggel kell tartózkodnod. Neked úgy kell dolgoznod a munkahelyen, mintha Krisztusnak dolgoznál. Tehát nagyon-nagyon fontos alapelvek vannak. És van egy harmadik, hogy a másén hűnek kell lenned, ha tanítvány akarsz lenni. Tehát a kicsin hűnek kell lenned, egy kis ajándékod van, egy mit tudom, csak nyelveken szólsz, boldognak kell lenned, aztán tovább fog fejlődni a következő ajándék. Hűnek kell lenned a hamis mammonon, és hűnek kell lenned másén. Ezt is meg kell tanulni egy tanítványnak, hogy tudnám ezt mondani. Tehát mondjuk valakinek nincs egy szolgálata, és ezért... Köszi. Igen. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékba. Igen, ez az ige. Kétfajta tanítvány létezett az üttörténetben. Az egyik ugye volt az, akit Isten közvetlenül tanított. Kik voltak ezek, akiket Isten egy-egyben? Mózes, Dávid, Illést, ezeket az embereket Isten közvetlenül tanította, ugye? Aztán volt Keresztelő János új szövetségben, Jézus vagy Pál. Voltak olyan emberek, akiket tanítványok voltak, egy embernek a tanítványa volt. Tehát ugye így volt Elizeus, ugye Illésnek volt a tanítványa, ugye? Józsué Mózesnek, Timóteus Pálnak, ők hűek voltak a másén.
És Isten ezért felemelte őket. Ezt is nagyon sok embernek meg kell tanulnia, hogy képes-e hűnek lenni akár egy más szolgálatában. Egészen addig, amíg meg nem kapja a jutalmát, és ugye Józsué is ugye folytatta szolgálatát ugye Mózesnek, ugye? Vagy Elizeus is. Ez egy nagyon-nagyon fontos ismérv, és ez már tesztelés a te szolgálatodra, hogy képes vagy-e beforgatni a jutalmaidat is a más... mindegy, az időhiánya vagyok. Jó, szerintem folytatom, de még szeretnék, felolvasom nektek, mert ezt nem tudom abba hagyni. Menjünk a jutalmakhoz, jó, a győzelmi koszorúkhoz. Ráértek? Maradhatok még egy 15 percet? Csak azért mondom, mert nagyon rossz most befejezni, mert tetőpont jön. A szmirnai gyülekezetet el akartam nektek mondani, de azt lehet, hogy azt majd a következő héten, vagy nem tudom, arról szeretnék mindenképpen beszélni. A hűségről mindenképpen szeretnék beszélni, és a hűtlenségről majd, mert ez is kapcsolatban van a jutalmazással. Arról is szeretnék majd beszélni, hogy az emberek miért váltnak hűtlenné, hogy gyógyulni kell a hűtlenségből. Az ilyen jegyzeteket így fölírtam magamnak, amiket tudok. A Róma 8.37-ben, gyertek oda-vissza még egyszer, jó? Azt mondja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, ezt mondja Pál. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, stb. Tudjátok. Na most ez a diadalmaskodás, amiről itt szó van, vedzegettem az előbb, azt jelenti, hogy teljes fölényes győzelmet arat valaki, egy fölényes diadal. Fölényes diadallal győzünk a vádlás, a károsztatás, a nyomorúsággal szemben, ezt mondja Pál. Tehát a győzelem felett van a diadalmaskodás. Ez azért szeretnék erről beszélni, mert ugye győzelemről lesz szó mindjárt. Szóval már győztesek vagyunk, mi diadalmaskodunk, egy elsöprő fölényes győzelmet fogunk aratni azáltal, aki minket szeretett, ezt mondja Pál. Elsöprő győzelmed lesz, ne aggódjál, ne féljél. A nyomorúságtól, a szorongattatástól. Róma 5.1. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki van a menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének a reménységében. Most diadalmaskodásról beszéltem, és amit hiszem, hogy az Úr mutatott nekem, ez a dicsekvés. Ez mind segíteni fog téged abban, hogy megfosd itt a pályádat a földön. Tehát azt mondja, hogy állunk a kegyelemben, és dicsekedünk az Isten dicsőségének a reménységében, és dicsekedünk a háborúságban is. Tehát mi a különbség a győzelem és a győzelemben való dicsekedés között? Milyen magatartása van egy kereszténynek? Ugye a győzelem az olyan, amit Krisztus szerzett meg a Golgotai kereszten. Ugye ő szerezte meg a győzelmet. És viszont a dicsekedés már a mi tettünk, a mi cselekedetünk, és nekünk folyamatosan arról tanít Pál, hogy dicsekednünk kell ebben a győzelemben. A győzelem az Krisztus munkája, és az abban való dicsekedés már a mi munkánk. Tehát te dolgozol, idézőjelbe, hogyha folyamatosan dicsekedsz Krisztus gazdagságával. Az Úr Jézus, az öröm, a dicséret atmoszférájában van egy keresztényben eleve, eredetileg. Ezért... Amikor egy hívő elveszíti az örömét, akkor elveszíti ezt a dicsekvést Krisztusban. Elveszíti ezt a Krisztus győzelmét. Tehát lealacsonyítja Krisztus győzelmét. Örvendezésben kellene élnünk. De Krisztusban való örvendezésben. Ez más. Ne értsetek félre, én nem azt kérem, hogy a nyomorúságod miatt örüljél, hanem az Úrban dicsekedj. Hogy amikor nyomorúságban vagy, akkor az Úrban dicsekedj, hogy ő mit tett érted, ahogy Pál mondja, végig a szenvedések közepette mindig dicsekedett az Úrral. Ez helyreállít. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Jelenések 4.5-ben arról olvashatunk, hogy aztán hol vannak ezt a koronák, itt vannak most már koronák. Vannak koronák, koszorúk a mennyben? Vannak. Tudjátok mindannyian, hogy a jelenések 4, oda gyertek.
ott van a trón, és körülötte 24 trón van, és a trónokon 24 vén ül, és fehér ruhába vannak öltözve, a fejükön aranykoszorúk voltak, trónból villámlások, szózatok, mennydörgések mentek szét. Ugye ott volt a tüzes fákja, az Istennek a hét szelleméről beszéltem múltkor. És nézd meg, hogy imádják azt az örökkorok korain át. A koszoróikat a trón elé vetik, és így szólnak, te vagy méltó úrunk, Istenünk, hogy elvett a dicsőséget, tisztességet, hatalmat, mert te teremtetted mindenséget. Azok azért voltak és teremtettek, mert te akartad. A mennyben ott vannak ezek a koszorúk a véneken, és imádáskor leveszik ezt a koszorút, ami megélette őket. És az Új Szövetségben 5 győzelmi koszorúról beszél Pál, amit a hívők meg fognak kapni, és ezt szeretném elmondani, úgy érzem, ezt még bele kell tennem. 1 Korintus 9.24-hez gyertek. Ezeket a koronákat, a koszorúkat a győztesek fogják megkapni. És ez ugye, ez fog eldőlni a Krisztus ítélőszék előtt. 1 Korintus 9.24. A versenypályán futásról van itt szó, látjátok? Nem tudjátok, hogy akik versenypályán versenyt futnak, minnyáján versenyt futnak ugyan, de csak egy kapja meg a győzelmi díjat? Úgy fussatok versenyt, hogy elnyerjétek. A tusázók pedig mindenben megtartóztató életet élnek. Ők ugyanazért, hogy hervadó koszorút kapjanak, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Azért úgy futok versenyt, mint aki nem bizonytalan, úgy öklözöm, mint aki nem levegőt vagdos, csapdos, hanem megsanyargatom, szó szerint ez a szó, biztos hallottátok már, behúz a szeme alá, és rabszolgává teszem a testemet, hogy még másoknak hirdetem az igét, én magam nem kipróbált legyek, tehát dokimosz, méltatlanná ne váljak. Tehát tulajdonképpen lehetséges, hogy megkoszorúzzák azt a versenyfutót, aki a versenyben csődöt mond? Nem. Itt azt mondja Pál, hogyha nézed a szemeiddel, ez a koszorú az első koszorú, ez egy romolhatatlan koszorú, ezt így hívja, és az a keresztény kapja, aki mindent belead abba, hogy megnyerje a szellemi versenyt, amelyet Isten készített minden hívőnek a számára. Ezek olyanok, mint a hosszú távfutók, ez egy versenysportolók, akik mindent beleadnak annak érdekébe, hogy befussák itt a pályájukat. Ennek érdekében önmegtartóztató életet is élnek, ugye ezt jelenti, hogy öklözik a szeme alá, tehát képes megsanyargatni is a testét idézőjelbe, hogy megfussa ezt a versenyt. A versenysportolók tényleg elsők szeretnének lenni, és nézd meg, mit mond. Kik fogják ezet kapni? Akik úgy futnak, mintha csak ők nyernék meg ezt a díjat. Nagyon érdekes, mindenkit, nagyon sokan fogják megkapni ezt a koszorút, de nézd meg, mit mond Pál. Nem tudjátok? Azt mondja, úgy fussatok versenyt, hogy elnyerjétek, és azt mondja, mintha egy venné el, de csak egy kapja meg a győzelmi díjat. Ez neked egy mércét ad. Tudom, hogy nagyon sokan fogják megkapni ezt a koszorútot, de neked úgy kell futni, mintha csak egy lenne a győztes. Azért mutatja a képet neked Isten, hogy még jobban rá tudj állni a szolgálatodra. Amen. Aki ezt a koszorút kapja, önuralmat gyakorol az életébe, fegyelem van az életébe, kiemelkedik az Istennel való kapcsolatába. Pálnak ez a jutalom lebegett a szem előtt. És nézd meg, utána mennyire érdekes. A Filippiben, a Filippi 3.14-ben ismerjük és énekelem is azt a dalcsokat, hogy egyet cselekszem, amelyek mögöttem vannak, elfelejtem. Amik előttem vannak, neki dőlve célegyenest igyekszem Krisztus Jézusban való elhívásom jutalmára. Korintusban fut ezen a pályán, rátette Isten, mindent belead. Filippiben már azt mondja, hogy még most is, most még jobban ráerősítek, célegyenest futok. És utána a Timóteusban már azt mondja, elnyertem ezt a igazságosságnak a koronáját, amit az út készített. Amen. 2 Timóteus 4.7-8, olvassuk fel. Tehát volt a romolhatatlan győzelmi koszorú. Akkor itt az igazság, igazságosság koronája. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, ez az élete végén. Eltitetett nekem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, ama napon, az igaz bíró.
Futásomnak a végére érkeztem, a hűséget megőriztem, a jövendőre félretették nekem az igazságosság koszorúját. És azt, amelyet az igazságos bíró meg fog nekem adni. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik szeretettel várják az ő megjelenését. Itt már hozzáteszi, hogy nem csak az enyém az. Én befutottam a pályát, na ti is kaphattok valamit. Ez egy mentalitás, egy sportoló. Ez a kép legyen benned. Egy sportoló nem lesz győztes, ha ő harmadik akar lenni, meg negyedik. Csak úgy, ha első lesz. Neki elsőnek kell lenni. Ezért mondja Pál. És nézd meg, végig elkészítve, azt mondja, nem is tudom, felírtam a csiát, vagy a vidát, végül elkészítve fekszik az igazságosság győzelmi babérkoszorúja, amelyet majd nekem az Úr azon a napon megáld, az igazságos bíró. Ó, dicsőség az Úrnak! Ezt a mártír halál előtt mondja, hogy megharcolta. Mikor mondhatjuk azt, hogyha a futásunkat megharcoltuk? Akkor, ha kitartunk a hithűségben. Végig! Tehát ez a korona azoké lesz, akik végig kitartanak egészen az Úrban, egészen a föld életük végéig mindent megtartanak az Úrban, és kitartanak, nem adják föl. És hiszem, hogy ez nagyon sok embernek a koszorúja, koronája lesz. És nézd meg, amíg most gondolkodok, hogy már el volt készítve ez a korona. Amikor ő már elkezdett futni az 1 Korintus 9-ben, már el volt készítve számára. És ő akkor még nem merte kimondani, hogy az övé, de ahogy haladt és erősített, tudta, hogy még a végén még rástartolok, és az enyém lesz ez a koszorú, ez a korona. És tudta, hogy már szellemben az övé. És neked úgy kell futnod, hogy tudod, hogy megvan ez. Ezt tudod milyen? Tök olyan. Megrendelsz valamit, mondjuk egy cipőt megrendelsz. Fölhívod telefonon. Webshopot. Jó napot kívánok. Megrendelem ezt a nem tudom milyen, tamariszt cipő, stb. Oké, itt van, itt várja. Megvan a cipő? Megvan. A tied, de még nem vetted át. Félreteszik a polcon. És úgy hiszem, tesók, hogy egy csomó korona, koszorú, bocsánat, a Stefánosz az eredeti szó, ott van fönn, polcokon. Polcokon ott vannak számunkra eltéve, és az Úr alig várja, hogy odaadja ezeket a győzelmi koszorúkat. Neked is, Zsuzsa. Halleluja. Nagyon nagy utalom jár neked. Tamás, Zsuzsa. Ó, dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja. Ó, dicsőség az Úrnak. Tudjátok azt, hogy Krisztus teljesen azonosul azokkal, akik szenvednek, és hogy azokkal nagyon azonosul, akik ő érte szenvednek. Ó, dicsőség az Úrnak. Nézzük az életnek a koronáját. Jakab 1. Hogy kezd itt Jakab? Hogy teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek. Emlékszel, kérj bölcsességet, stb. A próbákon való kitartásról, a hitről beszél. És azt mondja, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek a koronáját, amit az Úr ígér az őt szeretőknek. Akik kitartanak végig a próbában, megkapják ezt a koszorút, az életnek a koronáját. Hiszem, hogy mindannyian meg fogjuk kapni ezt a koronát, dicsőség az Úrnak. Akik kitartanak a kísértésekben, mindenfajta kísértésben. És ez a korona a Jelenések 2:10-ben is szerepel. A szmirnai gyülekezetnek semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ími a sátán egy néhányat közületek tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, de lesz 10 napig való gyomorúságtok. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. A hűek, a teljes hűséggel élő keresztényeké ez a korona. És a szmirnai gyülekezet ezt a koronát kapta meg. Mit jelent az, hogy szmirna? Azt tudjátok, jó illat. Ez egy keserű balzsam növény, aminek a magját, hogyha megtöröd, kiárad belőle a jó illat. És hogyha megnézed a szmirnai gyülekezetnek ott, hogy kezdi Pál, Jézus, azt mondja, hogy én vagyok az első utolsó, aki halott voltam és élek. Megmondja nekik, hogy én is meghaltam, és élek. Én is megtörettem, érettetek. Azonosulok a szenvedésetekkel. A szmirnai gyülekezet a szenvedő egyháznak a képe, akik szenvednek. És ott ki van jelölve, 10 napig tartó nyomorúságotok lesznek. Hiszem, hogy vannak ilyen időszakok, ahol ki van rendelve hívők számára olyan próba, olyan teszt, amin át kell menniük, hogy meg tudják kapni ezt a dicsőséges koronát. Ők a hűek. És
Van szenvedés Krisztus egyházában. Nem csak a megváltatlan embereknek, hanem a megváltott emberek életében is van szenvedés. Jóléti nagy ilyen társadalmakban nem szeretnek erről beszélni, mert ők nem akarnak szenvedni. De van szenvedés. És lesz szenvedés, és lesz üldözés. De jön a korona, dicsőség az Úrnak. Hűek, hűségesek, kitartanak Isten szeretetében. Hoztam nektek egy meghatározást a hűséggel kapcsolatban. A hűség hosszú távú elköteleződés egy másik személy, közösség vagy nemes ügy cél iránt. A légy hű, az, hogy hű vagy valakihez, vagy egy gyülekezethez, vagy egy szolgálathoz, vagy Krisztushoz, azt jelenti, hogy teljesíted azt, amit vállaltál. És nem csak akkor teljesíted, amikor minden rendben van, hanem amikor nehézségek is vannak. Akkor is. Akkor is hű vagy. Szilárd, ragaszkodás, kitartás, nincs benne ingatagság, nincs benne instabilitás, folyamatosan tartja ezt a ragaszkodását, ez a hűség. Ezek kapják a koronákat. És Isten ezt munkálja ki most bennünk, testvérek. Határozott szilárd ragaszkodás az igazsághoz, szilárd kitartó odaadás. Tulajdonképpen azt tudnám mondani, hogy alapvetően nem szabadna semmit abba hagynunk. Ameddig az Úr nem mondja, hogy hagyjuk abba. Addig kéne csinálnod azt a dolgot, amit csinálsz, amíg az Úr nem mondja. Nem lehetünk hűtlen emberek. Az Isten ígéretéhez, amit ő mond számunkra. Ki kell végig tartani? Amen. 1 Péter 5, 1-4. Most a dicsőség koronájáról beszélek. 1 Péter 5. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének a tanúja és a megjelenedő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rútnyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak, és mikor megjelenik a főpásztól, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. A dicsőség koronáját szolgálók, előjárók, pásztorok fogják megkapni, akik helyesen igazgatnak egy gyülekezetet, nem uralkodnak a nyájon, nincsenek olyan, mindegy. Ha Krisztus megjelenik, akkor ez a hűséges pásztori szolgálatuk jutalmaként Isten oda fogja adni nekik ezt a csodálatos koronát. Isten adja az országunkban, nagyon sok ilyen pásztor, szolgálók legyenek, akik meg fogják ezt kapni. És látod, hogy mutatkozik be, annyira tetszik. Én Krisztus szenvedésnek a tanúja vagyok, de a megjelenedő a dicsőségnek a részese is. Látod ezt a kettő pillért, szenvedés és dicsőség. Ezek a szolgálók önmegtagadóak, lelkiismeretes pásztori szolgálatot végeznek. És nagyon sok pásztor van szerintem szolgál, aki feladta mostanában, és nem hiszik el, azt látják, hogy emberek értékelik-e őket, nem, de az Úr fogja értékelni. Az Úr fogja értékelni minden szolgálónak a hűségét, testvérek. Készségesen, buzgón pásztorolják Isten népét, szolgálnak teljes erőbedobadással, és itt van a tietek is, az 1 Tesz 2:18, amit a Sólya Zsuzsi is említett, ezt is elhoztam. Ez az öröm, örvendezés, tisztesség koronája tulajdonképpen. Azok fogják megnyerni ezt a koronát,